szemtelenül fiatal, ökölvi volt, köszöntök az Újpesti Televízió stúdiójában Kis Hunor Leventét, aki a Madárfészek Akadémia és az UTE ökölvívója. Nagy szeretettel üdvözöllek. Köszönöm. És azonnal gratulációval kell kezdenem, hiszen nem is olyan régen a juniorkorú ökölvívók Európa-bajnokságán ezüstérmet nyertél, de erről majd egy kicsit később beszélünk. Levente, ugye azt szokták mondani, hogy minden újszülöttnek minden vicc új, ezért az én nagyon szeretnélek téged bemutatni az Újpesti Televízió nézőinek. Szóval 15-16 éves vagy már, bocsánat, hogy igen, fiatalítalak. Mikor tetted be a lábad először az ökölvívó terembe? Úgy nagyjából 5 éves koromban, 11 évvel ezelőtt. Miért megy egy fiatal gyerek, fiatal lett egy óvodáskorú srác, miért megy be az ökölvívó terembe? Én például apukámnak a segítségével jutottam be, ő mondta, hogy menjek le edzésre, és ő is vitt le. Ő is vitt le, de a kémeim azt jelentették, hogy nem csak az ökölvívással foglalkozol, vagy foglalkoztál, hanem különböző küzdősportokat is kipróbáltál. Igen, 6 évesen, amikor elkezdtem iskolába járni, akkor elkezdtem judózni, utána nem sokkal birkózni, és mindkét sportágban elkezdtem versenyezni, és ott is jól alakult minden. De utána megtetszett az ökölvívás, kipróbáltam ezt is, és emellett maradtam. Ugye azt kell mondani, hogy a másik két sportágban nincsenek pofonok ökölvívásban, ha nem figyelsz, akkor azért megkapod az ajándékot. Mégis ezt választottad, de nem féltél a pofonoktól? Nem, kivételesen nem, hisz a judóban és a birkózásban sokat kellett esni, és a fájdalomtűrés, azt már megszoktam, az nem volt új, és szenvedélyem a harc, szóval nagyon szeretem ezt a sportot. A tisztességes harc, igen, ugye? Mert persze. Azért ez nem mindegy. 80 kiló környékén vagy most 16 évesen, ami az, hát úgy gondolom, ez az átlag fölött vagy, erőben is és súlyban is. Kihasználod ezt a suliban? Nem. Ugyanolyan diák vagyok, mint a 40 kilósak, meg a többiek, akik ott ülnek a padban mellettem. És tudják ők, hogy ki is a Kis Hunor Levente? Persze, igazából sportiskolába járok, vagyis a többiektől se áll messze a sportág, de a legtöbbik focista osztálytársaim közül, de mindenki tudja, hogy mit sportolok, milyen eredmények voltak. Mindenki örült, amikor megérkeztem iskolába, gratuláltak, hogy szép volt, hallották a híreket. Hogy lehet összeegyeztetni a sulit és a sportolást, mert azt pontosan tudjuk, hogy ha valaki jó eredményeket szeretne elérni bármilyen sportágban, rengeteget kell gyakorolni. De azt is tudjuk, hogy a sport után következik a nagybetűs élet, tehát az iskola is nagyon fontos. Igen, hát az iskolát és a sportot úgy tudom összeegyeztetni, hogy itt a Madárfészekben reggelente is vannak edzések. Szóval korán reggel itt kezdek, és utána megyek iskolába, és iskola után megint jövök vissza edzésre, és utána tudok még pluszba tanulni otthon. Ahogy mondod, hogy Madárfészek Akadémia, de itt a bevezetőben én úgy konferáltalak fel, hogy az UTE versenyzője is vagy. Ez egy ilyen kényszerházasság, vagy minek lehet ezt nevezni? Hát az UTE-ba vagyok leigazolva versenyzőként, de a Madárfészekben edzem. Mert hogy az UTE-ban már kiöregettem mondhatni, nincsenek edzőpartnerek, olyan ilyen nagy súlyak, szóval valahogy tovább kellett egy kicsit lépni, és itt szerencsére megadatódott, hogy vannak több ember, akikkel tudok kesztyűzni, sparringolni, és így jó edzéseket tudunk végrehajtani. Tehát itt komoly edzéseket végezhetsz, olyan partnerek, akik a fejlődésedet elősegítik. Igen. De ezzel ugye nem degradáltuk le az UTE-t. Nem, nagyon szeretem az UTE-t is, oda is minden héten járok vissza. Elmondod nekem az első nagy élményedet, hogy ami ért a ringben? Az első nagy élményem az 3 évvel ezelőtt volt a Budapest bajnokságon, amit itt rendeztek meg a fészekben. És az volt ott volt a legelső meccsem, legelső TKO-m, és nagyon élveztem azt a meccset, hogy ütöttem az ellenfelet, kihajolgattam, és be tudtam fejezni. Igaz, elég furcsa volt az előző sportágakhoz képest, azt se tudtam, melyik sarokba kell menni. Ott az edzők utasítgattak, hogy mennyi a fehér sarokba, de nagyon tetszett. Nagyon tetszett. Igen.
Azt mondtad, hogy ez volt az első nagyon nagy élményed, tehát eltelt egy bizonyos időszak a kezdetektől. Mi tartott téged az ökölvívó teremben, vagy ki? Hát, apukám, ő is nagy szerepet játszik benne, ő is mindig azt gondolta, hogy ökölvívó leszek, csak mivel messzebb volt a Pest, így könnyebb volt az iskolába járni edzésre, meg Dunakeszire, ahol lakom, és akkor úgy azokat a judót és a birkózást választottam akkor, de aztán, ahogy nagyobb lettem, így vissza tudtam könnyedén lépni ide. Emlékszel, ki volt az első nevelő edződ? Farkas József és Georg Edzeleván. Ő igen. Egy grúz edző, szintén az UT-ba, kivel sokat edzettem. Sokat edzettél, azt talán az edzőtől kéne, nevelő edzőtől kéne megkérdezni, de azért neked teszem fel ezt a kérdést, hogy szerinted ők mikor látták azt, hogy belőled lehet jó ökölvívó? Hát, ez egy jó kérdés. Nem tudom, szerintem amikor elkezdtem versenyezni, akkor látták biztosra, hogy bírom a versenyeket, mert előtte hiába edzettem volna jól a edzőterembe, és ott jól zsákoltam, de a küzdelembe kell kijönnie, hogy mit tudok. Mennyi idő után lehet belépni a ringbe, tehát úgy, hogy pontozóbírók vannak, és azt mondják, hogy tessék, harc. Kell tenni valami vizsgát, vagy ez igen, kell egy minimum vizsgát tenni, és azután úgy tudom, hogy fél év. Fél év után lehet elkezdeni versenyezni. Amikor a két kisrác tizenévesen bemegy a ringbe, bemászik, vigyázz a másikra? Nem, hát nem hiszem. Én sem vigyáztam soha senkire. Szóval szerintem a gyerekek sem. Gyerekek sem. Itt nézem az arcodat, ugye elég sok ökölvívót ismerek hogy az elmúlt évtizedekből. A te fejeden még nem látom azt, hogy hát szétütötték volna. Szerencsére ütések nélkül meg tudom úszni ezeket a meccseket. Egy-kettőt kaptam most is az Európa-bajnokságon, az már az orromon látszódott, de az eddigre elmúlt. De nem sok ütést szoktam benyelni. De Levente, az Európa-bajnokságot ugye Oroszországban rendezték, de előtte volt néhány hónappal egy számomra nagyon aranyos, mondhatnám úgy, hogy cuki verseny. Itt ezt föl kell olvasnom, mert fejből nem tudom, azt mondja, a 17. Gymnasium AD Barokkóban. Ez az iskolások világjátéka, ez egy kemény verseny, vagy egy buli inkább, vagy egy jambori? Ez egy elég kemény verseny volt, mondhatni, hogy junior olimpiának is, mi úgy szoktuk mondani. És nagyon sok sportág volt, nagyon sok versenyző, több mint 60-an mentünk a magyar delegáció csapatával, sokan mentünk. Az ökölvívás sajnos még csak most volt legelsőnek rajta, így nem volt a legnehezebb, mert nem volt minden súly teli. De így is jó verseny volt, voltak oroszok, ukránok, marokkóiak, afrikai országok. Jó verseny volt nagyon. Hát csak azt a kedves nézőknek mondom el, hogy ezen a marokkói iskolások világjátékán 46 országból több mint 2600 sportoló vett részt. Tehát valóban mondhatjuk azt, Levente, hogy ez egy kis olimpia volt, igen, egy junior olimpia. Milyen élményekkel tértél haza? Nyertél, azt tudom. Igen, kiütéssel. Kiütéssel, mivel nyerjen? Nekem nagyon tetszett az egész hangulata, mert kicsit másabb volt, mint az eddigi versenyek, mert ott csak mi voltunk magunkban az ökölvívó fiúk, de itt most már sokan voltunk, egybe volt, egy nagy csapat volt, sok csapatgyűlés, a olimpiaihoz hasonlító bevonulások, nagyon tetszett nekem. Tehát ez egy jó, igen, igen. Ráhangolódtatok a rendes nagy olimpiára, úgyhogy erről is beszélünk majd. Viszont nem is olyan régen, október 16-a, október közepe táján volt Oroszországban ez a bizonyos junior korú versenyzőknek junior Európa bajnoksága, ahol nagyon szépen meneteltél. Igen. Az Európa bajnokság az számomra az eddigi legjobb versenynek számított. 2016-ban, mikor kezdtem a sportot, vagyis a versenyzést, akkor akkori Európa bajnokságon harmadik lettem, és az idén ezt felülmúltam egy második helyen. Idén nekem volt a nehéz súlyban a legtöbb meccsem. Kezdtem egy ír gyerekkel, akit szerencsére leütöttem.
szegény gyereket nagyon megsajnáltam, mert pont úgy találtam el, hogy nagyon kifeküdt, kórházba is került utána, egy napig bent volt. De utána jól lett, szerencsére minden rendben, semmi baj nem lett. Csak eltiltották most a versenyzéstől egy jó ideig. Utána volt egy nagyon kemény meccsem, az eddigi legkeményebb meccsem szerintem, mert egy grúz gyerekkel boxoltam, aki a Haider Aliyev kupát megnyerte. Az is egy ilyen, mint a gimnáziádé, az egy ilyen kis ázsiai világbajnokság, ázsiai Európa bajnokságnak, vagy Ázsia bajnokságnak lehet mondani. Az is egy nagyon kemény verseny volt, ahol tavaly ötödik tudtam lenni. És idén ezt a versenyt ez a grúz gyerek megverte, megnyerte. Erős gyerek volt, kötött, de harmadikban őt is nem KO-val, hanem technikai KO-val be tudtam fejezni. A bíró beszüntette a meccset. A harmadik meccsem egy azeri srácca volt. Megkaptad azért szépen. Igen, jó volt a sorsolás. Azeri gyerek már látta az előző meccseket, inkább úgy gondolta, hogy inkább ebben nem állok bele, mert nem lesz jó a vége, és inkább egy menekülős bokszal próbált helytállni, de nem tudott. Utolérted? Igen, utolértem. Nem tudott megütni, szóval azt a meccset is simán nyertem. És a döntő az nehezebb volt, már a könyökfájdalmam is kijött, a sérülésem, az orrom is, mert azon se kaptam már levegőt, még mindig nem kapok. És így már nehezebb volt az egész verseny, de szerintem jól helyt tudtam ezen is állni. Nagyon diplomatikus vagy, amikor azt mondod, hogy nagyon jól helyt álltál ezen a mérkőzésen. Én azért utána kutakodtam egy kicsit különböző szájtokon, és néztem azt, hogy hogyan is folyt ez a találkozó. És szakemberek is, és kívülállók is azt mondták, hogy nem te veszítettél. Te hogy érezted belülről? Én belülről, mikor bent voltam a meccsen, hát úgy éreztem, hogy a második, harmadik menetet biztosra megnyertem, vagyis gondoltam, hogy a meccs az enyém lesz, de mivel Oroszországban voltunk, Oroszországban oroszt megverni elég nehéz, mert nekik pontoznak. Szóval, hát ez is... Milyen érdekes, amit mondasz, hogy te úgy érezted belülről, hogy a második és harmadik menetet azt te hoztad, és ugye a pontozó lapok után kiderült, hogy neked az első menetet adták oda. Szóval ennyit, hogy ki mit lát a ringen kívülről. Igen, sok olyan meccs volt most ezen az Európa-bajnokságon is, hogy össze-vissza volt a pontozás. Uh-huh. Volt másik csapattársam, akinek a meccsét is elcsalták. Sajnos szerintem megnyerte, az egész csapat szerint megnyerte, és mégis a ellenfelét juttatták a döntőbe. Nem tudtad KO-val megverni ellenfeledet. Így ezüstérem lett, ami azt gondolom, hogy azért annyira nem vagy letörve. Nem, mert adott egy még nagyobb célt, hogy még jobban edzünk, még erősebbek, még erősebb legyek, még gyorsabb, még állhatatosabb, és már tudom, hogy a hiába orosz, vagy grúz, vagy azeri, vagy ukrán az ember, ugyanolyanok, mint mi, meg lehet őket is simán verni. Mennyire ismernek téged most már ebben a korosztályban, nemzetközileg, nem itthonról beszélünk? Egész jól megismertek, nagyon jól esett, hogy például a döntőben angol gyerekek mellém álltak, oda a magyar fiúk mellé, velük szurkoltak nekem. Utána, meccs után is odajöttek, nagyon jó volt, tetszett, szerintünk te nyertél. Egész versenyen így megismertek. Nagyon sok ember odajött, edzők, bírók odajöttek, hogy jó volt, enyém a jövő, és ez nagyon jól esett. Tehát megbecsülnek téged az ellenfelek? Igen. És tartanak is tőled? Szerintem igen. Egy Európa-bajnoki ezüstérem után, ugye pontosan tudod azt, hogy most már mindenki téged akar majd megverni. Igen. Tehát még többet kell dolgozni. Azt elfelejtettem viszont megkérdezni, hogy Farkas József mivel fogadott? Hogyan fogadott, amikor hazatértél? Hát nagyon örült ő is, mint ahogy itthon mindenki nagyon örült ennek a győzelemnek és a második helynek. Józsivá is nagyon örült, mondta, hogy jó volt, ő szerint én nyertem. És hát rögtön mondta, hogy akkor majd jövünk ide, és interjút adunk. De ez természetes. Nem megyünk el a jó eredmények mellett, és különösen azért nem, hiszen újpesti vagy, Újpesten sportolsz,
és természetesen bármi szép eredmény van, akkor ezt megpróbáljuk eljuttatni az újpesti televízió nézőihez is. 80 plusz ugye a igen. súlyod. Felső súlyhatár van nálatok ebben a korban? Nincsen. Nincsen felső súlyhatár, vagyis lehet... Ez a nehéz súly. Ugye? Igen, lehet, szuper nehéz súly. Lehet 120 kilós is az ellenfelem. Például az a orosz gyerek is volt, vagy 110-115 kiló, és meglátszott egy kicsit, hogy sokkal nagyobb testesen magasságra, nem volt magasabb, mert eléggé megnyúltam az évek alatt, de így a súlya az látszott, nehezebb is volt vele boxolni. Te Levente, megmértétek már valaha azt, hogy mekkorát üttök? Tehát kilóba? Nem, még soha. Nekem még nem volt megmérve. Nem tudod? Nem, sajnos. De nagyot? Szerintem igen. Mondták nagyot. Már, hogy nagyot üdök. Mi az, amiben fejlődnöd kell még? Hát jövőre még fellépek ifjúsági korcsoportba, és van egy kérdés, mivel nem olyan nagy a súlyom, lehet 91 kilóba leszek, vagy lehet pluszba. Ez még eldől, hogy mennyit növök, hogy lesz a súlyom, tudom-e hozni. És hát az a biztos, hogy még többet erősíteni. A technika az jó, van egy a fészekben egy ukrán edző, Anatoli, ő Lomachenkónak a nevelő edzője volt, meg a most többszörös világbajnok Alexander Usyknak. Ő egy nagyon jó edző, nagyon jól meg tudja tanítani a technikákat, és ez a technika tudás az most jó. Az erő, állóképesség az is jó volt. A gyorsaságom kéne még egy kicsit fejleszteni, főleg, hogyha 91 kilóba akarok menni. Igen, csak azt tudod, hogy minden súlyosabb az ember, annál nehezebben gyorsul. Igen. Izomba kell fejlődnöd, vagy azért kilók is kellene? Izomban. 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 A súlyom az nem rossz. Uh-huh. A súlyom az jó, vagyis csak izomban. Minden fölösleget átalakítani izommá, és akkor biztos nagyon jó lesz. Igen, mert minden. Azt mondják, hogy aki a súlyosabb egyéniségek között egy kicsivel cingárabb, az lehet, hogy viszont sokkal gyorsabb. Igen. És ezt kell kihasználnod akkor. Igen. Meg nem mindegy, hogy hány kilót cipelünk, gyorsabbak tudunk lenni, jobb lesz a lábmunka az embernek, és állóképesebb is lesz. Például az orosz srác könnyebben elfáradt, mint én, mert sokkal nehezebb volt, és így elfáradt könnyebben. Pedig neki is jó volt a kondíciója. Kondíció megvan. Igen. Mennyi tréning ezzel egy héten? Napi kettőt, kivéve hétvégén. Tehát napi kettőt, kétszer is. Ez technikai, vagy állóképesség is, zsákolás, vagy minden. Palingolás? Szinte minden edzésen más csinálunk. Reggelente általában futás van, és a technikára alapozunk. Délután vannak a zsákolások, kesztyűzések, páros gyakorlatok, erősítések. Uh-huh. Meddig lehet ezt csinálni? Ameddig itt akarunk lenni, addig csinálhatjuk. Ha már ezt mondtad, hogy ameddig ott akarunk lenni, én úgy fordítom, hogy ott akarunk lenni az élvonalban, akkor fel kell tennem azt a kérdést, hogy Tokió után következik 4 évvel egy olimpia, ugye most már ilyen ifjúsági olimpián már ott voltál, a Tokió az nagyon közel van még, ugye azt tudjuk, és hát igen. Ahhoz még azért erősödni kell. Viszont az olimpián ebben a súlycsoportban gladiátorok küzdenek. Igen, tudom. De a legnagyobb vágyam, hogy oda kijussak, mert minden sportolónak az a vágya, hogy az olimpián tudjon szerepelni, és jó eredményt elérni. Uh-huh. De előtte még lesz még egy jó pár európai és világbajnokság, és azokat meg kell nyerni. Meg kell nyerni. Igen. Milyen a magyar élmezőny? Milyen a magyar mezőny a te súlyodban? Mondjuk most gondolok a juniorokra, aztán utána egy pici évvel tovább is gondolhatnék, hogy... Tehát együtt fogtak idősödni. Igen. A tavalyi évben erősebb volt, hisz én voltam az első éves, és voltak másodévesek. Az idei évben már, mivel följebb léptem, erősebb voltam, sokkal fejlettebb, mint a többiek. Uh-huh. Ezért nem volt számomra nagy nehézség a magyar mezőnyön tovább jutni, hisz a magyar bajnokságon is volt 3 meccsem, mind a 3-at TKO-val nyertem, és mindegyiket befejeztem. Mekkora ugrás egy fiatal embernek, egy fiatal sportolónak, hogy a juniorból felmegy az ifibe, az rendben van, mert ugye, ahogy az előbb is fogalmaztam, együtt idősödtök az ellenfelekkel, de aztán utána következik még egy lépcsőfok, amikor a felnőttek közé be kell állni,
Ott viszont lehetnek régi csibészek. Igen, de ott is abban is van egy könnyítés, szerencsére a U21. Uh-huh. Tehát ott is van még egy kapu. Igen, hogy uh-huh. nem a 30 évesekkel kell versenyezni, ez egy jó, jó, jó uh-huh. hogy kitalálták. És reméljük, az is jó lesz majd. Az is, az de is az még csak a jövő. Az, persze, én most azért faggatlak a jövőről, mert ugye az alapok megvannak. Már úgy fest, hogy az alapok megvannak, eredmények vannak. Hát akkor buta az a sportoló, aki nem tekint előre. Mikor leszel felnőtt magyar bajnok? Remélhetőleg 2 év múlva. 2 év múlva? Ekkor igen, ez? Mert ifi másodévesen már lehet indulni a felnőtt magyar bajnokságon. Tehát lehet felfelé boxolni. Igen. Uh-huh. Ehhez kell valami különleges engedmény, vagy azt nem, mondják nem az kell. Edzők, hogy most már alkalmas vagy. Igen, rá. Bármelyik másodéves, 18 éves fiatal versenyző indulhat már a felnőttek között is. Igen. Azt mondtad, hogy ugyan kaptál néhány ütést kint, de én azt hallottam, mert Farkas Józsi bácsival beszélgettem, hogy van valami összezette, valami kis sérülést is, és említetted, hogy igen, a jobb könyököm az már nagyon régóta meg van sérülve. A idei sok versenyzés miatt nem tudtam teljesen kipihenni, és nem tudtam foglalkozni vele. Ezért most, hogy vége vannak a versenyeknek, járok orvoshoz, megpróbálunk valamit csinálni. Ez milyen sérülés, ez a túlerőltetés, egy rossz ütéstől, vagy egy elcsavar, valami? Azt mondják az orvosok, hogy túlerőltetés is lehet benne, hogy nagyon sokat használtam a nagy ütések, zsákolásoknál, főleg akkor jöhetett ki a rezgődésektől, vagy nem tudom. Majdnem azt mondtam, hogy ha nem ökölvívó lennél, akkor teniszkönyököd van? Igen. Hát nevezzük ökölvívó, boxkönyöknek. Igen. Most, hogy vége a szezonnak, ugye azt mondtad, hogy vége a szezonnak, ilyenkor sok-sok munka természetesen, viszont a súlyodra nem kell vigyázni. Hát arra most nem szerencsére, de még eddig még nem ment el szerencsére, hogy ugyanannyi vagyok, mint a verseny súlyom. Uh-huh. Hogy is remélem jó lesz. Te akkor, amikor ugye a plusz 80-ban indulsz, és azt mondod, hogy van még benned tartalék, verseny előtt kell figyelned a súlyodra? Valamennyire? Eddigiekben még soha nem kellett odafigyelnem, de az idejében oda kellett egy kicsit figyelnem, hogy ne legyek 100 kiló vagy annál több, hanem ez a 94, ez így pont jó volt az idei évre. Mm-hmm. Gyors voltam, erős voltam benne, dinamikus, jó, tudtam rendesen mozogni, nem voltam lelassulva, lefáradva. Ez te nem lettél mackós. Kiló. Igen. Ugye ezt mondják, hogy nem lettél mackós. Mit eszel? Mit tehetsz? Bármit. Igazából legtöbbet húst eszem. Azt szeretem a legjobban. És mivel az teli van fehérjével, az a legjobb a sportolóknak. A sportolóknak. Hát hiszen benzin nélkül az autó sem megy. Igen. Bár most már az elektromos autókat hozzák. Az is egy érdekes dolog. Levente, ha becsukod a szemedet, mi az a következő cél, amit el szeretnél élni rövid határidőn belül? Mikor kezdődik egyáltalán a következő szezon? A következő szezon az ifiknek februárban fog kezdődni, az énekes emlékversenyen. Uh-huh. Emléletileg, igen. Tehát az a következő lépcső. Igen. Tudod már azt, hogy milyen nemzetközi versenyek várnak rád? Vagy ez mindig még utána nem tudom, dölel? Az majd évelején fog eldőlni, uh-huh. hogy milyen versenyek lesznek kihirdetve, mikor. Egy profi ökölvívó, a profit értsd úgy, hogy aki hetente, kiszámolom gyorsan, hétvégén nem mondjuk 10-12-szer is tréningezik, az mennyire engedheti el magát mondjuk ilyenkor, amikor következik az advent, a karácsony, kis új év, tehát mennyire kell foglalkoznod az ökölvívással, vagy lehet kikapcsolódni? Igazából kikapcsolódás az mindig kell, mert már a mindennapos edzésbe belefásul az ember egy idő után. Szóval egy ilyen, én hetekre szoktam így kikapcsolódni, hogy akkor tényleg nem edzek, csak a saját magammal foglalkozok, játszok iskolával, vagy bármi ilyesmi, ami pont leköt. Mi az, amit szeretsz az ökölvíváson kívül? Mi az, ami leköt, ami feldob?
Hát mivel tinédzser vagyok, nagyon szeretem a videójátékokat. Hát, meg előveszed, gondolom, a telefont, Jézus Mária. Persze, azt mindig. És nagyon szeretem az állatokat. Például vannak lovaim is, azokkal szeretek nagyon foglalkozni, meg a kutyákkal. Nagyon szeretem, apukám sokat foglalkozik kutyákkal, szóval sok van. És azokkal nagyon sokat tudok foglalkozni. Nagyon sokat. Haverok, csajok? Az mindig. Az van. Az hiába van versenyszezon a barátokkal, akkor is összejövünk minden hétvégén szinte. És a csajokkal? Azt megint meg kikerülted a választ. Ővelük is. Azért helyes. Így van, egészséges férfi embernek kötelező egy kicsit udvarolgatni. Igen. Jó, Televi, jön a január, egy kicsit ugrunk, akkor bele kell vetni magad úgy, ahogy van az edzésekbe, mert jön a énekes emlékverseny. A nemzetközi porondon, amikor kimész, odaállsz, mert az énekes is nemzetközi verseny, ugye, azt jól tudom. Vagy az már csak magyarok indulnak? Szerintem csak magyar. Csak magyarok, mert akkor keverem a másik nagy versenyetekkel. Amikor készülsz egy nemzetközi versenyre, akkor előtte mennyire lehet vigyázni magatokra egy tréningen? Ugye a sérülésre gondolok, egy rossz ütésre, egy monoklit kapsz, nem látsz, eltörik az orrod, véletlenül. Tehát... Igazából nagyon fontos, hogy vigyázzunk ilyenkor magunkra, mert tényleg, hogyha lesérülünk, akkor a verseny tönkre mehet az egész, nem sikerülhet. A marokkói gimnáziádi előtt is volt egy olyan problémám, hogy megint fájt a könyököm. Szóval úgy edzettem egy hétig, hogy nem is ütöttem jobb kézzel. És azt pihentettem egész végig. Kimondom a nevét a Európa-bajnoki ellenfelednek, Timur Avdoyan, úgy hívták. Igen. Mikor találkozol vele, szerinted legközelebb? Hát szerintem 2 év múlva. Mert jövőre ő is első éves lesz, és van egy nagyon jó másodéves orosz gyerek, aki idén megnyerte az Európa-bajnokságot, világbajnokságot és az ifjúsági olimpiát is, és szerintem nem tudja majd megoldani, hisz a tavalyi évben sem tudta, de azt majd meglátjuk. Tehát van még egy orosz. Igen. Ezek van szerint egy... a pakliban. Igen, van még egy. Te ezeken a ifjúsági világbajnokságokon, vagy junior világbajnokságon kubaiak? Ők is nagyon jók, vannak nagyon jók. Például a itten rendezett világbajnokságon 63 kilóba az biztos, hogy kubai nyerte, és pont a világbajnok Ilija Popovot verte. Hát az akkor az valamit jelent. Igen, és nagyon jó meccs volt, néztem élőben. Jók a kubaiak. De Levi, mit kérnél karácsonyra magadnak? Nem tudom, egy új pár boxcipőt. Gondoltam, hogy valami baj. Tényleg, hány, ha már itt a beszélgetés vége felé csak egy pici statisztika? Fejvédőt nem használtok? Vagy csak edzésen? De én edzésen is és versenyen is kötelező használom. Nektek? Csak felnőttbe törölték el? Igen, felnőttbe van törölve. Zavar az téged? Nem, attól függ milyen típusú. Van sok típusú a fejvédőknek. Van amelyik rossz, nyomja a füled, de amikben például az Európa-bajnokságon boxoltunk, az a Green Hill felszerelés nagyon jó volt. Jó. Hány kesztyűt használsz el egy idényben? 4-5. 4 pár kesztyű az megy? Igen. És a csuka, cipő? Abból is legalább egy 2-2 sportcipőt, 2 boxcipőt kellenek, mert a boxnál nagyon megerőltetjük a lábunkat, a lábmunkával, és nagyon sokszor szétszakadnak a cipők. Szóval nem bírják. Ilyen fél éveket bír egy cipő. Jó, hát akkor majd megbeszéljük Farkas Józsi bácsival, hogy az utéba a képzeletbeli karácsonyfa alá azért tegyen oda valamit neked. Mondjuk egy új boxcipőt. Mondjuk. Rendben van? Jó, rendben. Megállapodtunk. Oké. Okay. Itt a búcsúzásképpen csak annyit szeretnék mondani, hogy beszéljünk meg egy randevút az énekes emlékverseny után. Beszélgessünk, hogy telt el az év, tehát hogyan készültél fel rá, és hogy érzed magad, mert azt gondolom, hogy akkor már egy ismételten egy 5-6 kilóval izbosabb leszel, és akkor már tudni fogod azt, hogy a nemzetközileg hol fogsz indulni,
én nem szeretnélek elengedni, és nagyon szeretném a pályafutásodat végigkísérni. Kívánom neked, hogy az álmaid valóra váljanak, és kívánom azt, hogy rövid határidőn belül a megújult Utebox terembe járjál edzésre. Levente, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt láttam. Farkas Józsi bácsinak és mindenkinek a Madárfészek Akadémián. Vigyázz magadra, és nagyon kevés pofont kívánok. Köszönöm.